háromra kell mondanunk, de csak a keresztnevét. Három, kettő, egy. Norbi! 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 Itt van? Németországban van. Teszteli az új Hondát, mi? Zoli, nincs videóüzenet a Mihalisznek? Azt ciki? Van, mindjárt hívjuk már föl. Nem tudjuk fölhívni? Azonnal hívjuk föl. Hogy csajhozik, mi? Micsoda? Díját adom, ő is? Aha. Jaj, délni díját adom. Érezzük a fontosságát. Jaj. Itt jó volt magyarnak lenni. Óriási taps Mihalisz Norbertnek, aki jelen pillanatban nincs itt, de természetesen szerintem Zengő Zoltánnak fogjuk átadni az év autóversenyzője díjat, hisz azért azt gondolom, hogy az egész történet, az egész pályafutás nem jöhetett volna létre, ha nincsen Zoli. Elbírod azért ezt a serleget? Várjál? Ne jöttél. Jó. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy a Norbi így is, úgy is... Most egy másik díjat adom van Németországban, Münchenben, a BMW Motorsport rendezésében, ahol a világ összes úgynevezett privát csapatában versenyző BMW piloták között veszi át valamelyik díjat, hiszen ott is díjazott. Még pontosan nem tudjuk, hogy hanyadik, hiszen most is folyamatosan tart a díjat adó ünnepség. Reméljük, hogy egy nagyon előkelő helyezés. Nagyon előkelő helyezést fog elérni, elnézést, egy kicsit zavarba vagyok, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a nevében, hiszen egy nagyon komoly és egy nagyon hosszú utat jártunk be ahhoz, hogy ezt így el tudjuk viselni, és nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak, akik lehetővé tették a Hungaroringen az, hogy 50 vagy 60 vagy 70 vagy 40, nagyon-nagyon sok magyar előtt tudtuk ünnepelni, és szólt a magyar himnusz. Köszönöm mindazoknak, akik ebben részt vettek, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek, Bánki Eriknek, Gyulai Zsoltnak, lehet, hogy valakit kihagytam, ezért elnézést, de nagyon-nagyon sok munka és nagyon-nagyon sok áldozatot hoztak értünk, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, a Magyar Nemzeti Autósport Gyorsági Szakágának öregbítettük a nevét, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, és a mai napig ezzel példálozgatnak mindenhol ezzel a versennyel. Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek és ennyien szurkoltatok nekünk, illetve Magyarországnak. Köszönjük szépen, Ajda Tapcsok, kérünk szépen Zolinak, és hát remélem, hogy tényleg többször látjuk még a győzelmi dobogón Mihalisz Norbit. És mit ad Isten, teljesült a kívánságom, Úristen, akkor sok pénzt szeretnék, én remélem meghallja az örök kaporszakálló, mert van videóüzenet Mihalisz Norbitól. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok veletek lenni ezen a különleges estén. Ja, engem is hív a kötelesség, Münchenbe kellett utaznom, hogy a BMW-nek van egy díjátadó gálája, amit sajnos semmilyen körülmény között nem tudtam kihagyni. Ezúton is szeretném megköszönni ezt a rengeteg támogatást, amit ugye tőletek kaptam. Azt gondolom, nem elég, hogyha itt az MNAS-t és az Autós Gyorsasági Bizottságot említem. Egyszerűen meg kell köszönnöm az összes vetétársamnak ugye itt az elmúlt évekből, és főleg a magyar bajnokságokból, mert ezek az évek nélkül nem tartanék ott, ahol ugye most szerencsére tartok. Úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon sok köszönet nektek, és remélem, hogy nagyon szépen alakul az estétek. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! Mihalisz Norbi, és mindig megmaradt még ugyanaz a fiatal ember, aki volt, pedig ugye ő is Julosz TV-ben.